Az Ars Régia bérlet az előző évadhoz hasonló keretek között jött létre, és a Vörös Marti Színház, az Alba Régia Táncegyüttes, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar, valamint a Székesfehérvári Balett Színház egy-egy produkcióját tartalmazza, melyeket a Teátrum nagy színpadán mutatnak be. Az Ars Régia bérlet műsorán megtalálható a Vörös Marti Színház által előadott Nem most drágán vígjáték, és az Alba Régia Táncegyüttes Örökül kaptuk, örökül adjuk című műsora is, de a Székesfehérvári Balett Színház is készült előadással. Tulajdonképpen 3 évvel ezelőtt készült ez a balett a Bartók Fesztivál felkérésére, a MIPA-ba volt a bemutatója, Bobán Markovics zenekarával játszottuk, léptünk fel közösen a bemutatón, aztán ugrunk egy nagyot, elhoztuk a királyi napokra, Székesfehérvárra is, az Icsi-ligetbe, hát ott közel 2000 néző előtt játszottuk szintén Bobán Markovicsékkal, és most legutoljára a Margit-szigeti szabadtéri színpadon majdnem 4000 néző előtt játszottuk szintén a Bobán Markovics zenekarával. Az Alba Régia Szimfonikus Zenekar Kosszifán Tutte Mozart Víg operájával készül, amely a szerelem és a női hűség érzékeny témáját járja körül. Arra jutottunk tavaly, amikor először a szöktetés a szerály volt, tűztük műsorra, hogy az Ars Régia bérlet keretében az 5 igazán nagy és igazán ismert Mozart színpadi művön végigmennénk, és ezt egyfajta éveken átívelő sorozatként bemutatnánk. És a szöktetés után most a Kosszifán Tutte az, ami a közönségünk szempontjából és a zenekari követelmények szempontjából, meg a szólisták száma szempontjából a legszervesebb folytatása tud lenni a szöktetésnek. Az Ars Régia bérlet megvásárolható a Vörös Marti Színház honlapján keresztül.